Elég ügyetlenül belesétáltak a Mi Hazánk mozgalom által állított csapdába, ugyanis kiderült az, hogy amikor mi a fővárosra vonatkozó választási rendszert is megpróbáljuk visszaállítani a Fidesz egyoldalú 2014-es beavatkozása előtti ennél azért arányosabb és ennél a jelenleginél igazságosabb rendszerére, akkor valami olyan elképesztő üvöltözésbe, visításba kezdett a balliberális oldal, amit azért már nagyon régen láttunk. Ez a rendszer a budapestieknek, ez a rendszer a magyar népnek sokkal jobb lenne, hiszen tükrözne a választói akaratot. Ami jelenleg zajlik, az nem más, mint ugyanaz a mutyi Budapesten, a fővárosi közgyűlésben, mint amit az országban a Fidesz valósít meg. Ugyanolyan választási visszaélésnek köszönhetően. Amikor nem a választói akaratot tükrözi azt, hogy mi például jóval kevesebb mandátummal rendelkezünk itt, mint amennyi magyar minket már a tavalyi országgyűlés választásokon ide bejuttatott, mert a mandátum kiosztás ugye aránytalan. A miránk leadott szavazatok, meg hozzánk hasonló pártok leadott szavazatok, akik ugye ellenzékben vagyunk, azután átszáll a győztes kompenzáció következtében a Fideszre. Hát ez ellen minden ellenzéki pártnak a leghangosabban kellene tiltakozni, és azonnal be kellett volna állni a mi javaslatunk mögé. Ugye nagyon érdekes a mondjuk a kétfarkú kutyapárt hallgatása az üggyel kapcsolatban, mert hát éppen mielőtt mi benyújtottuk ezeket a javaslatokat, a kétfarkú kutyapárt elnöke, társelnöke volt az, aki elmondta, hogy Karácsony Gergely ugyanazt csinálja kicsiben, mint a Fidesz nagyban az országban. Tehát ugyanúgy korrupt, csak kicsiben, és ugyanúgy kamu konzultál az emberekkel, és játssza a demokráciát, mint hogy a Fidesz az országban. Hát nyilvánvaló, hogy most ezzel a csapdával, amit állítottunk mindannyiunknak, kiderült az, hogy valójában a balliberális oldal, ugye az már csak egy ilyen ajándék, hogy ráadásul a 0,5%-os Párbeszédről is lehúlt a lepel, hogy ők irányítják önöket, de hogy a balliberális oldal ugyanazt teszi, ugyanazt tenné kormányra kerülve, mint a Fidesz. Legfeljebb annyi különbséggel, hogy mondjuk a Fidesz Mészáros Lőrinc zsebét tömi, a balliberális oldal meg mondjuk Leistinger Tamás vagy a Strabag zsebét tömni újra, mint ahogy annak idején tették. A vicc az egészben, teszem hozzá, mint a harmadik oldal pártjának frakcióvezetője, hogy a vicc az, hogy ráadásul az önök által vagy az önök körül meglévő balliberális és fideszes oligarchák vígan üzletelnek egyébként a háttérben.